Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogok mutatni egy Havas Henrik interjú részletet, amely úgy gondolom, hogy nagyszerű példája annak, hogy hogyan alakítja és formálja a média össztársadalom gondolkozás módját. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és a hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. És máig emlékszem, hogy amikor ezt a Ginsberg verset elolvastam, ez egy homoerotikus, szerelmes vers, és ültem a héven, majdnem nem szálltam le a időben, mert azt mondtam, hogy bassz meg, hát ez kurva jó. És 50%, egyrészt a Ginsberg vers zseniális volt, másrészt azonnal másképpen gondolkodtam, mint az előtt. Egyszerűen átláttam, hogy hát ez tényleg szerelmes. Hogy ezek tényleg valódi értékes érzelmek, amit előtte fölfogni nem tudtam. Egyszerűen egy normális kamasz fiú, egy két férfi közti aktust egyszerűen nem tud elviselni, vizuálisan maga elé képzelni. Kész. Jaj, remélem, nem hogy... Itt. Ja, nem maga. De olyan hülyén nézett, hogy megrémült. Havas Henrik egyébként Allen Ginsbergről beszélt, a híres meleg íróról és költőről, akiről a beaton.com-on a következőket olvashatjuk. A szerző azt írja, előre bevallom, hogy elfogult vagyok mégpedig azért, mert nagyon csodálom Ginsberget. Bár nem istenítem az írókat, akiknek munkásságát tanulmányozom vagy élvezem, és készséggel kritizálom tetteiket, ha úgy érzem, hogy ez helyén való. Nem szeretném, ha valakit, mint Ginsberg ezzel a legocsmányabb címkével illetnének. Míg ez nyilván a pedofília. Ennek ellenére megpróbálok a lehető legpártatlanabb lenni. Egy komoly író megérdemli, hogy objektíven tanulmányozzuk, hogy a hibáit a különböző pozitív tulajdonságai mellett elismerjük. Azt szeretném, ha alaposan megvitatnánk ezt a témát, hogy mindannyian jobban megértsük Ginsberg és a NAMBLA kapcsolatát, valamint a pedofília vágyait, amelyek sajnos az elmúlt 3 évtizedben is fennmaradtak. Hogy mi igaz, vagy mi nem, talán soha nem fogjuk megtudni, de ez az író, akire hivatkozik Havas Henrik, hogy mennyire nagyszerű volt az a vers, amit olvasott, és hogy megváltoztatta a gondolkodás módját a meleg kapcsolatról, és megértette, hogy ez ugyanúgy szerelem, mint egy teljesen normális férfi-nő kapcsolatban. Jelenünkben igen népszerű az írásoknak a különbözőképpen való kifacsarása, és ez történik Saul leveleivel is, a római levél az egyik ezek közül, különösen az a rész, amit most fel fogok olvasni, ami ugye a végkifejlete a társadalom degenerációjának, de úgy írja az első fejezetben a 26-os verstől, hogy annak okáért adta őket az Elohim tisztátalan indulatokra, mert az asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre, hasonlóképpen a férfiak is, elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmes kedvén, és az ő tévejgésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. Az utolsó verset még felolvasom, kik jól lehet az Elohim végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halára, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Szóval nem csak cselekednünk nem lenne szabad ezt, hanem egyet értenünk sem. Nem hogy reklámozni vagy promotálni azt a világban, vagy ahol mi tartunk lassan, hogy törvénybe foglaljuk, hogy ezt ünnepelni kell, vagy elfogadni. A másik oldalon nem is azt mondom, hogy méltók a halára olyan értelemben, ahogy a többség gondolkodik. Úgy érti Saul, hogy méltók a második halára, ami a tűznek tava. 1983-ban Ginsberg felhívta Thorstadtot, és támogatásáról biztosította, és azt mondta, hogy a Time magazin cikke, amiben a csoportot támadták, gusztustalan, és ő, Ginsberg, támogatja a NAMBLA működését. Úgy, hogy ez volt a NAMBLA célja, Allen Ginsberg pedig ezt támogatta. Idézett Ginsbergtől, akkor léptem be, amikor a Time magazinban olvastam, hogy a NAMBLA egy olyan szervezet, amelyben tekintélyes emberek manipulálják a gyengébb érzékenységű embereket, mondta. Ez magára a Time magazinra emlékeztetett. A Time magazin ugyanúgy része ennek az egész félrevezetésnek, mint ahogy a NAMBLA. Csak két külön oldalon harcolnak, legalábbis látszólag. És Ginsberg erre mutatott rá.
Ettől függetlenül még az, amit a NAMBLA csinál, az valóban visszataszító. De nézzük tovább. A NAMBLA-ról azt mondta Ginsberg, ez csak egy beszélgető csoport, egy ártatlan kis szervezet olyan emberekről, akik hajlamaikról, az eroszukról akarnak beszélgetni, ami történetesen a fiatalabbakra összpontosul. Ez nem mindig szexuális jellegű, egészen ártalmatlan. Ginsberg célba vette a cenzúra párti feministákat is, mint például Andrea Dworkin, aki híres módon kijelentette, hogy mindenféle penetráció, bármely aktusa egyenlő a nemi erőszakkal. Ginsberg a következőket mondta, Andrea diák kora óta ismerem. Volt egy beszélgetésem vele, amikor azt mondtam, hogy sok fiatallal viszonyom volt. Olyan férfiakkal, akik 16, 17, 18 évesek voltak. Azt kérdeztem tőle, mit fogsz csinálni, börtönbe küldesz? Erre ő azt mondta, le kéne lőni téged. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo a útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok infobubble, illetve Yahoo a útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!